Szeretettel köszöntöm a kedves tévé nézőket. Mai napi gondolatunk Máté evangéliumához kötődik a 21. fejezetből, a 33-tól a 46. versig. Ez a szentírási szakasz a gonosz szőlő művesekről szól, de egy példabeszéd, amiben Jézus fölhívja a figyelmüket a farizeusoknak, hogy tévúton járnak. Természetesen a végén meg is haragszanak rá, és gyűlölet jelenik meg a szívükben. Jézus ugyanis azt mondja, hogy ő maga is azoknak a prófétáknak az útját járja, akiknek a sorsa megkurcoltatás volt, akiket az Isten küldött már az ószövetségi néphez, de elutasították őket. Azért, mert a saját életüket akarták élni, azt kiteljesíteni, és egyre inkább a maguk világát építették föl. Jézus azért is kerül szemben újra a tanítópárt béliekkel, mert a nép vezetői úgy gondolták, hogy csak a választottság az, ami az üdvösséget adhatja az ember számára. Jézus viszont mondhatni forradalmilag mást hirdet ebben a szakaszban, mert azt mondja, hogy a valódi vallásosság az, amit az embernek követnie kell, és azt hirdeti, hogy az üdvösség nem a származásnak a függvénye, hanem a hittől függ és az Istennel való együttműködéstől. Tehát így tulajdonképpen minden ember üdvözülhet. A pogányok számára is az üdvösség fölkínáltatott. És ez az, ami ez a úgy mondhatni reform kijelentés, vagy megközelítés haragra lobbantja őket. Mert ők kisajátított, privilegizált életben gondolkodnak, ugyanakkor pedig Jézus ezt kitágítja. A tanítást, amit elvetnek, ezért mondja Jézus, hogy az a pogányok számára az üdvösségnek a szegletköve lesz. Tehát mindannyiunk számára világos ebből az evangéliumi szakaszból, hogy mindenki meghívást kapott az üdvösségre, kivétel nélkül. Tehát teljesen mindegy, hogy ki honnan származik, milyen családból jön, milyen a háttere, milyen a nemzetisége, teljesen mindegy. Aki hallgat Jézus szavára, aki hittel követi őt, az igenis olyan meghívottak közé tartozik. És aki elnyeri a keresztséget, aki Jézust mélyebben és hitelesebben követi, teljesen mindegy, hogy honnan jön, az üdvösséget elnyerheti. Nincs kiválasztottság ilyen szempontból már, hanem az üdvösség jó híre minden embernek szól. És erről szól tulajdonképpen a nagybőti készületünk is, hogy mindannyian meghalljuk ezt a hívószót, és maga a megváltás is pontosan ezt a gyümölcsöt hozza. Az Isten mindenkit megváltott azért, hogy örök életünk legyen. Köszönöm a figyelmet!